Szeretettel köszöntöm nézőinket, Nagy Körú című közéleti magazinműsorunk 7. évfolyamának 48. adását látják. Mai adásunkban először egy kicsit a színházi és a zenéi lesz a főszerep. Szeretettel köszöntöm vendégeinket a stúdióban, Pásti Viktóriát, Ripley Zsuzsannát és Zilai Izabellát. Szia, köszönjük a meghívást. A Kazán István Kamara Színházban az elkövetkezendő időszakban lesz egy új bemutató, egy show műsor, egy görsmin show. Mit érdemes erről tudnunk? Hát nagy lendülettel készülünk a görsmin show-ra. Ilyen Magyarországon most jelenleg nincs ehhez fogható. Rengeteg fellépő lesz, és hát szeretnénk ezúton is tisztelegni görsmin emlékének, és valószínűleg a mi örömünkre is csináljuk ezt a show-t. Görsmin zenéje fantasztikus. Kit mi ragad meg leginkább görsminben? Én azért jelentkeztem, vagy próbálkoztam Krisz Lászlónál, mert görsmin zenéje olyan, mint én bármilyen művészetben, amit szeretek, nagyon egyszerű, hat az emberekre, mégis a legmagasabb színvonalom, könnyen befogadható, ilyen George Gershwin zenéje. Slágerekről beszélünk, tehát a közönség slágereket fog hallani, egytől egyik fülbe mászó dallamokat. Én az ilyen művészetet szeretem, és azért is jelentkeztem. De miért jelentkeztél? Én Gershwint idáig még nem volt szerencsém, hogy énekeljek. Ez egy új stílus, amit kipróbálhatok. És engem is nagyon megragadott, hogy a zenék úgy vannak megkomponálva, hogy ha a szöveget nem is hallanám, akkor is tudnám, hogy miről szól, mert annyira kifejezi az érzelmeket. És engem ez fogott meg nagyon. És ez egy új kihívás. Máshogy kell énekelni, mint a többi műfajt. Itt teljesen más dolgok kellenek. Művészeti iskolásként milyen belecsöppenni egy ekkora kaliberű előadásba? Fantasztikus érzés. Egy kicsit féltem is, hogy hogy lehet itt megfelelni, de nagyon igyekszem, és egy nagyon jó csapat, és Krisz László nagyon jól rendez minket, nagyon élvezem a próbákat, egy igazi csapat jött össze. Ha már Krisz László, milyen a rendező, milyen vele együtt dolgozni? Lacival mi nagyon szeretünk együtt dolgozni, szerintem mindannyiunk nevében ezt elmondhatom. Nagyon kemény és határozott rendező és koreográfus. Nagyon megköveteli tőlünk a pontosságot, a tudást, a fegyelmet és a figyelmet is. És hát ez mind meghálálja magát, és ugye az előadásban ezt viszont láthatják a nézők. Tehát én mondhatom azt, hogy maximalista, de viszont egy nagyon-nagyon jó ember, és ezt a kettőt nagyon jól tudja ötvözni, nagyon jól tud az emberekkel bánni. Rövid próbák vannak, de nagyon koncentráltak. És egyéniségek szerint koreografál, tehát mindenkire azt hiszem a legideálisabb koreográfiát találja ki, illetve úgy rendezi meg, igen, teljesen személyre szabott, előhozza a legelőnyösebb pontokat. És én láttam például a Victoria produkcióját, éppen most mielőtt jöttünk, és hát nagyon tetszett. Tényleg látszik, hogy ezt szeretettel csinálja, és ügyes is, és Laci kihozza belőle a maximumot. Én remélem, hogy ez velem is így van, és az én három produkciómban is ez így lesz, látható. Én ezt úgy érzem. Hát ez majd kívülről látszik. Különálló produkciókról beszélünk az egész show folyamán, igen. Vagy azért vannak közös számok? Hát három részre osztik ugye maga a show. Ezen belül vannak zongoristák, vannak táncosok, vannak szólóénekesek, vannak duettek, úgyhogy lényegében minden van közös, és vannak kórus számok dalok, is. Igen. Ugyanígy próbálunk is együtt, közös próbák is vannak, és vannak egyéni próbák. Melyiket szeretitek jobban? Az egyénit vagy a közöset? Én a közöset. A közös nagyon jó hangulata van a közös próbáknak, de hát az egyéninek is ott. Én azért szeretem az egyéni próbákat, mert nagyon jó érzés, hogy végre egy olyan koreográfia készül, ami, mint az előbb is említettem, testre szabott, és valóban nekem készül, nem valaki más után kell megtanulnom egy koreográfiát, vagy már egy megrendezett részt, hanem az én személyemre szabta Krisz László, és az valóban nekem való, ezért nagyon jó érzés tényleg. A jelmezekből utalva ez egy igazi revű műsor lesz. Ezt hogy szoktátok meg ezt a fajta jelmezt? Én megszoktam, ugyanis én Krisz Lászlót 15 éve ismerem,
de az elmúlt 10 évben nem találkoztunk. Úgyhogy amikor megkerestem, hallottam szakmai körökből, hogy szeretné ezt a görsfinsót megrendezni, akkor én őt megkerestem, kértem, hogy hallgasson meg most, és hát bekerültem, tehát jól sikerült ez a meghallgatás. Úgyhogy én hozzászoktam ezekhez a ruhákhoz, ez a csoportos, de lesz meglepetés ruha is. Nagyon szépek lesznek. Mennyire van beleszólásatok a saját ruhátokba? Hát nyilván ezek a revő ruhák, ezek adottak, tehát ez mindenkinek egyforma. Ezen kívül lesz még 2 féle ruha. Ebből az egyik az ugyancsak hasonló mindenkinek, lényegében ugyanaz, a harmadik féle pedig az a meglepetés. Tehát ez mindenkinek teljesen más és egyéni lesz. Hogyan készültök személy szerint erre az estre? Mi az, amiben ez mást ad, mint egy másik előadás? Hát ez egy komplex dolog. Itt szükség van az énektudásra, szükség van a tánctudásra, színészi képességekre. Itt mindent elő kell hozni magából az embernek, ami az előadó művészethez tartozik. És hát természetesen mindezt egy csodálatos zenével kell tolmácsolnia. Komplex tudást kívánt meg az embertől, és azért ezt nem, tehát elég oda kell erre koncentrálnunk, és nagyon figyelnünk kell arra, hogy minden a helyén legyen. Ki milyen számokat énekel meg Görsvinnek, azért van gyorsabb is, lassabb is, szomorúbb is, vidámabb is. Kire mi jutott? Én egy lassabb dalt, de mégis egy nagyon vidám dalt. Ez számomra nagyon érdekes volt, hogy bár lassú, de mégis arról szól, hogy mennyire vidám és mennyire boldog. És ehhez csinálta Laci egy nagyon jó koreográfiát. Most nem árulom el, hogy milyen, de tényleg nagyon jó lesz. Ebben egyetértünk. És az enyém az ilyen. A szerelem, boldogság. Hát én a kórusban énekelek, és én leszek az est egyik műsorvezetője, Krisz László lesz pedig a másik, úgyhogy én nem készültem egyéni számmal. Átadom a szót Izának. Ő érdekesebb lesz. 3 számmal az biztos. 3 dalom lesz, igen. Különbözőek teljesen. Nagyon örülök ennek is, hogy teljesen mást hoz elő belőlem ez a 3 dal. Tehát mindegyik, ha egyesével nézem, akkor az egyik egy kicsit lassabb, a másik középtempójú, a harmadik gyorsabb. Teljesen más. Igen. 3 különböző oldalamat tudom megmutatni. Görsvin alapvetően azért vidám. Ti mennyire vagytok vidámak az életben? A próbák folyamán meg aztán nagyon pláne. Nagyon vidámok alaptermészet. Hogyan készül a csapat? Hány főből áll a stáb? Hát sokan vagyunk. Már hát mondhatnám azt, hogy úgy 20 plusz-mínusz. Azért nem egyszerű a próbákat összehozni ennyi embernek egyszerre, hogy mindenki ott legyen, és mindenki ráérjen, mindenkivel tudjunk foglalkozni. De azért ilyen hetente vannak főpróbák, akkor, ahogy az Iza mondta, vannak személyre szabott próbák, ahol csak egyedül vagyunk. Úgyhogy hát minden erőbedobásunkkal és teljes gőzzel rajta vagyunk, mert hát ugye mindjárt itt van az előadás. Mikor lesz a bemutató? December 21-én van nyilvános főpróbánk, és december 22-én van maga az előadás. Hát az már tényleg itt van. Mennyire izgultok? Nagyon. Van valami olyan dolog, ami megszokott mondjuk egy-egy előadás előtt, amihez mindig ragaszkodtok színpadra lépés előtt? Hát nekem talán a bemelegítés muszáj, mert ez a műsor megkívánja. Nekem legalábbis, én mint testi, mint hangi bemelegítés. Testileg is, hangilag is, igen. Tehát azért jó kondícióban kell lenni. Sőt, még kellene is egy kicsit edzeni többet, de ez muszáj. Még van 3 hét. Igen. Miki? Én is így vagyok, ahogy az Isabella, hogy szükség van arra, hogy az ember bemelegítse a hangszálait, ugyanúgy, mint ahogy a testét is át kell melegítenie. Ez és szükség. Talán lelkileg is másképpen indul az a nap. Tehát egy fellépés alkalmával másképp ébred az ember, és teljes erőmmel, gondolataimmal azon vagyok, hogy ez jól sikerüljön, és arra koncentrálok. Végig konferálni az estét nem lesz egy egyszerű feladat, hát még nem. Hogyha Laci ott is fog állni a másik oldalon. Azért ti gyakoroltok együtt? Igen, persze, ugyanúgy, ahogy hetente vannak a próbáink, ugyanúgy hetente ezt mi el is próbáljuk, tehát azért elég sok múlik a konferáláson. Mi van, ha valaki bakizik?
Hát ez előfordul, mint minden élő adásban. Úgyhogy hát majd a másik szerintem segít rajta. Vagy elnevetés. Vagy elnevetés. Hát ez is benne van a pakliban. Így van, tehát azért ez nem egy nagyon határozott és komoly este, hanem itt nyilván szórakoztatni szeretnénk a közönséget. Nyilván megpróbálunk arról odafigyelni, hogy ne bakizzunk, de ez elkerülhetetlen, tehát előfordulhat van rá esély. Majd kivágjuk magunkat szépen. Ez a jó hozzáállás. Kiket vártok az előadásra? Hát a célközönségünk az elég széles. Ugye a mai fiataloknál elég nehéz ezt a legalsó korhatárt belülni, hogy kik azok, vagy melyik az a korosztály, melyik az az év, úgymond, ahonnan az embereket érdekli Görsvin, mert ugye sokan nem is tudják szerintem a fiatalok a 10-20 évesek közül, hogy kiről is beszélünk. Pedig nagyon ma is aktuális a de téma mégis, és igen, a zene. Igen, de mégis szerintem, hogyha én közvéleménykutatást csinálnánk, akkor nem nagyon tudnák megmondani, hogy ki Görsvin. Lehet, hogy a számait ismernék, de azért szerintem ilyen 21 néhány éves kortól a 100 éves korig. Ez hát mindenkinek tud szépet adni. Kellemes estét szeretne eltölteni jó hangulatban, de színvonalas produkciókat szeretne látni annak mindenképpen ajánljuk. Tényleg annyira vegyes a repertoár, ugye lesznek táncos előadások, énekek, kettő együtt, tehát szerintem mindenki megtalálhatja azt a számot, azt a stílust, ami közel áll hozzá. Lacin kívül ki segíti még a munkátokat? Vannak énektanárok, tánctanárok, akik külön foglalkozik veletek? Igen, van egy énektanárnő, úgy hívják, hogy Perczel Kovács Orsolya. Ő tanította be nekünk a kórusdalokat, illetve egyénileg is foglalkozott és mondott dolgokat, hogy hogyan kell a Görsvin zenéjét énekelni. Mert, mint mondtam, máshogy kell, és nekem is ő volt az, aki segített, hogy hogyan tudom azt úgy énekelni. És hogyan tudod úgy énekelni? Máshogy kell. Ez egy szabadabb valami, és nagyon fontos az érzelmek közvetítése. Tehát, tudod engedni ilyenkor a korlátaidat, ha Görsvint énekelsz? Igen, ez is hozzátartozik. Tehát, hogy nem egy nagyon pontos, és mindamellett mégis pontos, de egy szabad. Ad egy bizonyos szabad teret. Igen. Én ahogy titeket elnézlek, nem gondolom, hogy bármi gond lenne ezzel a show műsorra, és nagyon remélem, hogy remekül fog sikerülni, abban meg külön reménykedem, hogy Laci nem lesz nagyon kemény veletek itt a bemutató előtti hetekben. Végszóként mi az, amit még szeretnétek elmondani erről a darabról, amiért mindenféleképpen nézzék meg a nézők? Hát miért jó Görsvint játszani? Felszabadul az ember, szerintem is el tudja engedni magát, el tudja adni magát azoknak az érzéseknek, amiket ő leírt, és a zenéjén és a szövegen keresztül ezeket nagyon gyönyörűen ki lehet adni a nézőknek. És tele van érzéssel, szerelemmel, szeretettel. De szerintem, aki így meghallja és meglátja, beleszeret mindegyikbe. Úgyhogy magáért, az érzésért szerintem érdemes eljönni és megnézni, és hát ugye legutolsó sorban miattunk, és amit a munkánkért, amit csinálunk, és hát nagyon szeretnénk ezzel az embereket boldoggá tenni, és egy gyönyörű és felejthetetlen estében részesíteni őket. Hát reméljük, hogy így lesz. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen. Nézőinknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk adásunkat.